Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mit gondol, hogy érzi magát, mit fog tenni? Ez a három kérdés. Az első kérdés úgy hangzott, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve, az itt látható a képen. A nulla szám utal az ő gondolataira, vagy terveire, megvan a könnyűség is, megvannak itt az elképzelések, de nem tudja hogyan tovább, mi történik akkor, ha egy lépést előre tesz. Lehet, hogy megmarad a talaj a lába alatt, tehát a biztonság érzete, de előfordulhat az is, hogy lezuhan a mélybe. Itt vannak még nála bizonytalanságok. A tervek ott vannak, de nem tudja azt, hogy tudná ezt megvalósítani. A második kérdés az volt, hogyan érzi magát. Itt irányítja a dolgokat, mint ahogy a képen látható, hogy ez a gondola így előre halad, és vannak tervek, vannak döntések, lesz itt mozgás, lesznek változások, de ő úgy érzi, hogy kicsit bizonytalan, és nem tudja, melyik irányba kellene ezt a gondolát így előre vinni. A harmadik kérdés pedig az volt, hogy mit tesz, hogyan közeledik hozzád. Itt ez az arany érem utal az anyagiakra és a munkára. A képen látható, hogy nehéz a helyzet, vagy nehéz anyagi helyzetre utal, vagy sok a munka, sok mindent meg kell oldani, itt sok mindent kell még cipelni. Az lehet, hogy sok a munkája, és most kevesebb időt tud rád szánni. Az is lehet, hogy te dolgozol sokat, ő ezt észrevette, és közeledik hozzád, és el fogja azt mondani, hogy ne túlozd ezt el, pihenésre van szükséged, ne dolgozz ilyen sokat. És mi fűz össze benneteket? Itt látható a levegő eleme, tehát a könnyűség, a szabadság érzete. A levegő eleme jelenti a kommunikációt is. Ő beszélni akar veled. Itt vannak tervek, nem tudja, hogy lehetne ezt megvalósítani, nem tudja, hogy milyen irányba mennek a dolgok. Sok a munka nála is, nálad is, sok mindent kell itt még cipelnetek, és arról szeretne beszélni, hogy engedd el, és akkor érzed a levegő elemét, a szabadságot, a könnyűséget. Ezen a kártyán van egy szárnyas ló. Ez engem mindig Pégázuszra emlékeztet. És a mitológiában arról van szó, hogy Pégázusz az maga után hagyja a félelmeket. Vannak félelmek, de ezt lezárja. Pégázusz jelenti a szabadság érzetét, és én is úgy látom, hogy itt a háttérben, ahol megjelenik a felhő, amikor minden olyan átláthatatlan, bizonytalannak tűnik, vagy vannak félelmek, hagyd ezt magad után, ugorj előre, ahol nincsenek már félelmek, és akkor itt lehet irányítani majd a dolgokat. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.